Szeretettel üdvözöllek a mai reggeli frissítőben, és gratulálok a 18. adáshoz, vagy alkalomhoz érkeztünk el. A 18-as, azt bevallom, hogy a kedvenc számom egyébként. És nagyon-nagyon hálás vagyok, és köszönöm, hogy továbbra is követsz. Hogyha mondjuk most így erre a videóra kattintottál csak, akkor tudd, hogy mindent vissza tudsz nézni a YouTube-ról, vagy le tudsz tölteni hanganyagon. Keresem azt a platformot, ami a legjobb lehet, talán amire ez a videó adásba megy, addigra meg is van, és akkor onnan is le tudod tölteni. A mai napon picit vissza fogunk evezni a szakértői marketing témához, és azt szeretném számodra mondjuk így összegyűjteni, összefoglalni, hogy ha szakértő vagy, akkor ugye az egyik fontos feladatod az, hogy folyamatosan alkossál. És ugye a másik az az volt, hogy összekapcsolódj emberekkel, meginterjúvold őket, beszélgess velük, találkozz velük, információt gyűjts tőlük, és tudjál velük egyeztetni, és tényleg segíteni ennek függvényében, vagy ennek köszönhetően talán még jobban. Azonban a mai napon szeretném azt bemutatni, hogy az, hogy alkoss, az, hogy folyamatosan hoz létre tartalmat, az hány platformon valósítható meg. Mert ez nem csak az, hogy létrehozok egy PDF-et, vagy akár mondok föl egy videót, mert ez tulajdonképpen csupán kettő. Hanem öt olyan platform van, amin megvalósíthatod, és természetesen minden platformnak úgymond megvan 3, 4, 5, és biztosan növekedni fog még ez a szám a későbbiekben a technika fejlődésével, ami viszont lehetőséget biztosít, hogy azon a hangszeren, amin egyébként mondjuk szereti valaki, de idézőjelben téve persze a hangszert, szereti valaki hallgatni a te tudásodat, információidat, tapasztalataidat, azon szerezze meg ezeket az információkat, és ezen tudjon úgymond okulni. Tehát öt olyan módja van a tanulásnak, amit egyébként Brandon Bouchard a Millionaire Messenger című könyvében taglal. Az első az nem más, mint hogy olvasunk. Olvasva is szeretünk tanulni. Van, aki persze nem, van, aki igen. Nyilván az olvasásnak az a kihívás, az olvasásban az a kihívás, hogy talán a legkevésbé tartós számunkra az az információ, amit olvasva tudunk meg. Persze van, akinek erre áll rá legjobban az agya, ezt nem állítom, hogy nem, de nagyon sokan vagyunk, akiknek mondjuk az olvasás az azért nagy erőfeszítést jelent, még egyébként nekem is, pedig azért a könyvekkel rendszeresen foglalkozom, mint szerkesztő, vagy mint lektor. Az, hogy olvasunk, az természetesen különféle műfajba csoportosítható. Tehát nem csak könyv, nem csak letölthető PDF, hanem akár blogposztok, akár hírlevelek, vagy cikkek lehetnek az interneten, amelyek megjelennek, amelyek hozzánk, vagy a mi nevünkhöz kötődnek, úgymond. Szóval, hogy az eredménynek, illetve az olvasásnak, úgymond legalább öt formáját már is fellistáztuk. Aztán ugye lehetséges, hogy van olyan közönség, aki hallgatni szereti legjobban a tudásodat, a tapasztalatodat. Azért, mert mondjuk akkor fogyasztják ezeket az információkat, amikor mondjuk autóban ülnek, vagy utaznak, vagy éppen valami teljesen más csinálnak, és akkor egyszerűen benn van a fülükben, és akkor gyűjtenek információt, hallgatnak és okosodnak.
Ebből következően természetesen lehetnek CD-k, lehetnek MP3-ok, de akár egyébként ilyen konferencia hívások is lehetnek, amelyek mondjuk így a nevethez köthetőek. Akár lehet egyébként olyan, vagy akár egy telefonhívás is természetesen, amelyek, tehát ez is olyan műfaj, vagy olyan csomagolási mód, úgymond, amit szakértőként meglovagolhatsz. Nem csak írni tudsz, hanem akár CD-t, vagy akár valamilyen MP3-at felmondani és megosztani. A harmadik formája a tudás megosztásnak, vagy a tudás szerzésnek, az az, amikor valaki mondjuk valamilyen videót, vagy valamilyen filmet, akár csak vagy filmrészletet néz. Ugye ezek lehetnek klasszikusan a YouTube videók, vagy akár az online kurzusok, online videók, akár a webinárok, vagy akár ilyen DVD programok. Tehát ezek is olyan csomagolási formák, hogyha valaki nézni szereti ezeket az információkat, akkor lényegében így eljuthatsz hozzájuk. Nem csak a webináron keresztül, nem csak az online videókon keresztül, hanem akár DVD programmal, vagy akár tehát ilyen otthon tanulós DVD programmal. Aztán a negyedik formája az, amikor már kiszakad az ember otthonról, ugye otthon olvashat, vagy mondjuk egyedül olvashat, akár hallgathat, vagy videót nézhet, úgymond. A negyedik formája az pedig az, amikor személyesen tapasztalja meg, részt vesz egy rendezvényen, ott van egy workshopon, akár ott van egy konzultáción, tehát valamilyen konzultációt tart veled, de akár egy kiállításon, expón, vagy akár egy, amit Brandon mond még, ezek a kalandok, túrák, akár egynapos rendezvények is lehetnek szintén olyan formái a tájékozódásnak, akár egynapos, szóval akár egy hetes ilyen nyári táborok, akár ilyen konferenciák, amelyek szintén ilyen lehetőségek számodra. Illetve az ötödik formája, és az utolsó, és talán az, ami a legkisebb erőfeszítést jelenti számodra egyébként, és ezért tehát amikor elköteleződünk a tanulás mellett, akkor nyilván a legnagyobb ellenszolgáltatás formájában köteleződünk el mellette, de ugyanakkor a későbbiekben, folyamatban sokkal kisebb elköteleződés szükséges hozzá, sokkal kisebb erőfeszítés, hogy aztán a végére érjünk ennek a folyamatnak. Ugye ilyenek lehetnek a coaching programok, vagy akár a mastermind programok. Miért? Azért, mert hogyha mondjuk valaki elköteleződik mondjuk egy jelentős, mondjuk akár 7 számjegyű összeget mondjuk áldoz egy coaching programra, akkor onnantól kezdve lehetséges, hogy az elköteleződés pillanatában ez nagy, ugye anyagi investícióval jár, viszont hogyha ez több folyamat, több előadásból, több alkalomból álló programról van szó, akkor a programra elmenni úgymond kisebb elköteleződéssel jár, mint az, hogy újra és újra mondjuk elővegyünk egy könyvet, újra és újra meghallgassunk otthon egyedül egy DVD otthon tanulós home study programot. Szóval a lényeg az, hogy minél inkább megyünk fölfelé, úgymond ebben a termékpiramisban, mert lényegében ez is már majdnem az, annál inkább azt látjuk, hogy egyre nagyobb elköteleződésre van szükség, viszont az úton maradás az úgymond egyre könnyebb, egyre kisebb erőfeszítésekbe fog majd telni. Szóval a lényeg az, ez az öt formája van a tanulásunknak,
az olvasás, a hallgatás, a nézés, a részvétel, illetve a folyamatos tanulás, a folyamatos ilyen rendszerben való, akár egy ilyen mentor programban való tanulás. Én azt gondolom, hogy ha szakértő vagy, akkor mindegyiket ki tudod dolgozni, és feladatod lesz az, hogy mindegyiket egyébként kidolgozd. És természetesen ebben majd segítünk, vagy segítek. Köszönöm szépen, hogy meghallgattál, holnap folytatjuk. Csodás napot és jó munkát kívánok!